Sziasztok srácok, én Bála vagyok és üdvözlök titeket egy újabb fantasztikus Pokémon Platinum epizódban, ahol is csörgetünk tovább, nem is várakozunk túl sokat. Vagyok az Observatórium mellett. Nem is tudom, már ez volt az a rész, ahol be lehet menni? Aha. Safari game. És egyet már akarok nézni, mert tudom, hogy itt felmegyek, akkor le tudom csekkolni, hogy melyik fűben milyen Pokémonok bujkálnak, úgyhogy nézzük már meg. 100 dodó, egy 100 dodó belenézni? Na mindegy. Quagsire, Tangela, Quagsire, Bibora, Yamma. Skorupit keresek igazából, és lehet, hogy most nincs. Éjszaka van itt? Nagyjából, már 10 óra környéke van. Tangela, Bibora, Huthut, Bibora. Jó! Szóval ide tudtok jönni elvileg nappal, és lehet Skorupit is el tudtok kapni. Ajánlottátok nekem, hogy próbálják meg Drapiont a csapatba rakni. Aki nem tudja, miről beszélek, ez egy óriási lila színű skorpió, ami elég betegül néz ki, és hát állítólag nagyon jó hálás Pokémon tud lenni. Egyelőre ezzel a teammel csapatunk előre, mint a szurikáták, és akit a következő dolgot fogjuk most csinálni, van itt egy gym, ami ellen meg kell harcolni, de itt valahol van a környéken egy olyan hely, ahol azt hiszem, hogy Move Tutor, vagy valami ehhez hasonló csávot kell nekem keresni, csak nagyjából kéne tudnom, hogy merre van, és tök jó lenne. De úgy néz ki, hogy a gym harcot nézzük meg előbb. Ez egy Water Type gym lesz, úgyhogy itt lakik Wake. Wake a neve? Nem vagyok benne biztos. Minden esetre, Whoopit nem raktam ki a csapatból. Whoopi Goldberget. Berkjük Mufasát előre, aztán csapjunk. Ó, itt van Ernő! Vagy hogy hívják? Elemér? Mi a neved? Mutatkozzál már be? Egon. Kicsit felgyorsítom a játékot. Csatázni fogunk Egonnal! Hollé, hollé, ho! Feltörlöm veled a padlót. Hát ez így nagyon baba lesz. Ő is tudja az intimidétet. Lerontja az én fizikál attackomat. Ezt próbál meg lerontani. Ajjajjajjajjaj. Doppel team. De sikerül! Az a jó spark. Hogy ez a Staravia ez lemegy. What? Nem ment le? Nagyon... Nem hiszem el. Oh my god. Minél több élete elmegy, annál nagyobb az Endeavor. Meg kell néznem, hogy működik ez a támadás. Ez jól megijesztett. Azért rámoszta a szívbajt. Ponytát azt szerintem elvizezzük. Nagyon jó ez a víz ground type. Ez annyira megnyugtató, hogy van egy ilyen a csapatomban. El nem tudom mondani, hogy mennyire örülök neki. És maradunk a víznél, az biztos, hogy special. És ez egy Ponytát csak lerúgdosok. Nehogy már ne. Rapidash is jó magas szinten alakul át. Rosaliát viszont meg tudjuk Maki vermezni. Jaj, ne, hát nem őt kellett volna választani. Őt is választottam volna, igaz, de választottam volna. Ki a túrolt? Kirliát, igen. Hát így ismerlek. Mert ugye tudja már a Psychic-et és félig Poison Type a Rosalia. Primplup. Jó, hát akkor maradunk ennél. Viszont... Ja ne! Jézusom! What am I doing? Ez még sima water, ez nincs ebbe steel. Barna, normális vagy. Na, bizakodjunk benne, hogy először Water Gun fog használni. Anus Rózsa az szerintem. A tökéletes választás... A buborékos Anus Beam. Mennyit leszedett belőlem egy ilyen kis nyomorulta... Erős. Tehát magas szintű, under level vagyok, gyerekek. Hogy lehet ez? Pedig csak PvP-ztem az elmúlt, nem tudom, 2-3 epizód alatt. Más nem csináltam, csak nyomtam a csatákat. Na jó van, Egon, hát ez érdekes volt. Kicsit ijesztő volt, amit ott műveltél. Na mindegy, hílelek, aztán itt leszek. Gyerekek, közben rájöttem, hogy itt van ez a mocsár, ahol meg tudjuk szerezni végre a Dawnstone-t. Elég valószínű, hogy meg tudom szerezni. Ez az, Route 212, ez lesz az. Szóval itt kell valahogy... Ó, mennyit tudtam menni vele.
Itt kell vagy használni a dowsing machine-inket, ha ki tudnék jönni. Aha, egy kicsit jobbra. Mindjárt megnézem még egyszer. Ez nem egy egyszerű művelet. Merre vagy? Aha, tőlem egy picit balra. És fel. Ez az! Ultra ball? Hol van a Dawnstone-om? Gyerünk, keressük meg! Ez vaffan cool, gyerekek. Na jó, pedig itt kéne lennie valahol. Gyerekek, ott is van valami. Találtam. Azt mondja, hogy le és jobbra. Pont rajta állok. Hyper Potion! Hát csezd meg, nem Hyper Potion-t akarok én. Yes! Végre találat! Tőlem balra. Egy. Gyerekek, már legalább 3 percet próbálkozom. Nem adtam fel. Wow, megtaláltam a Dawnstone-t! Azonnal átalakítom a Pokémonomat. Gyere, Gallit! Yes, végre megértük ezt is, gyerekek. Végre megértük ezt is. Wow, hát ez király. Soha nem volt még Gallidem az életben. Ugye a negyedik generációs játékban se. Negyedik generációs játékot se játszottam végig. Attól függően lehetett volna még Gallidem, de... Tényleg mozasztan örülök. Uborka, megérettél! Nagyon jó. És egy kicsit jobb érzés is, mint hogyha Gardevoirom lenne. Nem tudom, menőbbnek érzem magam. Vagy nem csak szintezéssel, hanem valami plusz dolgot kellett tennem, hogy átalakítsam. Szóval most visszamegyek a gymbe, és szétpattintom azokat a trénereket azonnal. Aminek 10 szem is fültem, hogy lehet egy gyerekek, úgyhogy jöhet a Drukken, de szerintem ez nem fog gondot okozni, hát egy ilyen vadállat Pokémonnak, mint Gallade. Már nem ártana tudnom valami fizikál move-ot is, de majd meglátjuk, hogy mire megyünk ezekkel a mostaniakkal. Psychic-en biztos van, de ugye az special move. Bivarel, ez jó tankos. Jó lett volna, hogyha lenne valami ütése. Lehet, hogy meg tud neki tanítani valamit? Na, a Voltergen alig vett le tőlem. Biztos, hogy jobb a defense, mint Kirliának volt. Szopónyalóka! Jaj! Misszened kell azt a rolláltot azonnal. Mármint Bivarelnek természetesen. Egy crit beficcelhetett volna. Eltalál másodikkal is. Jó. Alig vesz le tőlem szerencsére. Viszont ez jó húsos XP lesz. Miti! Jöhet az XP-n, gyere! Ez az. 800 XP, 1000-re számítottam a nagy gyökértől. Bibarel, baby. Menjünk le ide. Nézelődjünk. Talán erre fel. Aha, itt egy pecás gyerek. Várjátok, valamit meg kell tanítani neki, valami fighting move-ot. Balna, nem tud ütni, vágni a gyerek. Mit tudsz megtanulni te? Drain Punch-ot talán? Yes, baby! Meg tudja tanulni a Drain Punch-ot, hatalmas! Ugye nem tudta megtanulni Makiverem, úgyhogy vele nem is próbálkoztam, és Infernape sem fogja tudni. Úgyhogy Confusion, szervusz! Megtanultok a Drain Punch-ot. Na ez már egy király lesz, nem tudom, hogy itt lesz-e bármi haszna. Lesz-e még egy Bibarel, de ha nem, akkor is király megtanultuk. Lehetett tudunk vele életet visszatölteni, nem is kell a Recover már. Hát igen, itt jobb lett volna valami, de még van! Van növény move-om, Magical Leaf, 4-szeres szorzó. Az igen, hozza a Groundot! Annyira megpakolnám Drain Punch-ra, de nem fogom elhasználni. 5 darab PP-je van? Nagyon kevés. Viszkesz. A mackák kedvence, Viszkesz. Oké, let's go gyerekek! Let's go to the next one. Benyom ezt a gombit. A feltöltő gomb a zöld, és szerintem a sárga az a leengedő. Nézzük ezt a Kalos-t. Na gyere! Döme! Damien! Vingál, le kell, hogy gyorsuljuk, és meg kell, hogy zabáljuk. Psychic! Anyád miatt laggolt érték, nem gyorsultam le! Super effektív elemem, már hogy ne lenne az? Második Pokémon biztosan Pelipper lesz. Azt pedig nem fogjuk így hagyni. Ki jön, gyerekek? Pelippert az bármivel szájba csattintom. Mufasa! Tedd oda neki! Harap ki a száját! Igazából az egész állat, vagy egész Pokémon csak egy nagy száj. Te motherfucker, kapod a Sparkot.
semmi jó indulat nem szólt a készítőkbe, hogy ilyeneket hoznak itt, ilyen dőket, mint a Felipe. Csak kérdőjeleket lesz, és olyan gyakori ez a Pokémon harmadik generációban. És feltöltöttem még jobban a kádot. Na gyere, de ja, Rezsőkével már nyomtuk. Itt erre nem mehetek tovább. Let me see, akkor ezt le kell eresztenem most. Srákok, itt kellett volna átmennem, csak ezt nem tudom miért tettem így, hát sima volt az út. Na jó, van, itt van a Baby Sitters. Egy hány éves gyerek ez? 5 éves gyerek? Ezen csodálkoztam mindig, hogy oké, okay, hogy a gymben vannak különböző ilyen bénább trénerek, de hogy ez a gyerek ez hány? Ez 5 éves, én nem lehet több. Szörnyű. Nem baj, feltöltjük magunkat. Nézzük. Ezt csak kinyírom. Yes, baby! Yes, baby, van életem! Már sem néztem az accuracy-ét ennek a támadásnak. Hát switcheljünk már! Rózára! Róza megfénybetje, ugye még nincs fairy type, Ferenc típusú Pokémonok nem léteznek, szóval egy sima Voltör. Acumeril bozzú tankos amúgy. Lehet, hogy túlélte, látjátok? Egy igazi, egy Giant Jaw Drain-t rollálhatsz, próbálgathatod. Azzal nem állítasz meg. Bár nem tudom, mivel lett volna nagyobb szansz a szegénynek. Talán valami ground move-val, de az nem biztos, hogy volt neki. Mit akar hozni? Maradok ennél. Ja, sima merjön. Marill. Így mondták az animében, hogy Marill, nem? De így mondták szerintem. Egy csomóan rám írtak, hogy hol lehet megnézni az animét. A harmadik évattól magyarul. Nincsen. Harmadik évadig csinálták meg magyarul. Azt hiszem az RTL Klubon ment még a rajzfilm, és miután nem vették meg a jogdíjakat, ezzel nem is csináltak több fordítást. Egyszerűen a harmadik évattól már nem volt érdekes a Pokémon gyerekek. Ott lett vége. Ott lett vége mindennek. Így mikor? 2000-es évek elején. Nem tudom miért szűnt meg nagyjából így az egész, a láz. De megszűnt. Gyilkos Goldin! Fú. Psychic. Azaz csak erősebb. Megvan! Critical hit. Köszönöm. 666 XP! 666 XP-t adott a Gyilkos Goldin! Hát mi ez, ha nem bizonyíték annak, hogy a sátán egyik porontja? Fú. Ez para. Ez nagyon para, gyerekek. Kezdek félni már ettől a játéktól, komolyan. Na jó, hozzuk az áram oroszlánt. 666 XP. És én azt mondtam, hogy Delibird-nek vannak ilyen Delibird-höz fűződnek sátáni szálak, de Goldin minden alkalommal bebizonyítja, hogy valami nem stimmel ezzel a Pokémonnal. Trash, oké. Okay. Tűnj el, ez az... Water és Flying Type. Nem volt százas, aki ezt így kigondolta. Seeking, az a másik gyökér. Ezt az is lehet, hogy tudja a Hornbrillt. Nem baj, belemegyünk. Ánusz Rózsának a segébe belemehet a Hornbrill. Ha eltállod, akkor... Elvihetted egy körre, meganározhatod. Super Sonica! Ez a legaljasabb, gusztustalan move. 50% esélyem van egyébként, hogy találja. Confused vagyok. Oh. Hát esélyem még mindig van. Ferietek! Fury! Szerencsétlen Goldin, nagyon rossz... Goldin Seeking? Nagyon rossz a move poolja itt. Ez az, és kiszneppeltem. Visszaadod az életemet? Köszi! Ennyi volt. Ez az egy patent kis tréner volt. Nem volt olyan rossz, mint a többi. Fisher van Erik. Nice. Arra nem akarok, hogy rá kell menni ezek szerint. Kicsit leeresztem a vizet, kárvizet. Szóval itt vannak még különböző gombocskák, mindenfajta opció. Arra nem tudok menni, úgyhogy eresztenem kell a vizet. Szerintem ez kell. Aha, és akkor most... Oh yeah baby! Itt fölmegyek. Ezen a harcolt? Arra nem tudok menni. Utolsó horgász! Vagy ez nem is horgász, ez tengerész, öreg medve. Gyere Sámson! Fú, egy Wingull! Aki tudjuk, hogy gyorsabb, mint én. Psychic! Ja, nem gyorsabb! Szép volt, Ubi! 400 XP.
Shellos! Rózsa! Rózsa annyira, annyira szereti megenni, meg reggelizni ezeket a ground és water type-okat. Tele van velük a játékot, kicsit túlzásba is vitték. Ez csak az én véleményem, de nem, ezeket nem lehet. Ez egyik legjobb typing. Poison fighting vagy egyik legszarabb, amivel most a játékot találkoztam. Annyira könnyen ütöttem mindig ki szegény krogánkokat. Ez rossz volt nézni. Jó. Megértem, hogy picit többet veszlem, még kapok egy Confused-ot is. Goldak! Kritikál hit. Köszönjük. MS-e. 1115. Shamshon. Köszi szépen, ez pont jól jött. És akkor ezt a gombocskát megnyomom. Megnyomcizom. Itt van még egy tréner. Itt nagyon sok tréner van. Ez egy öröm. Boldog tág. Ja nem, ez már nem lehet. Itt van ez a kövér birkózó fickó. Vele fogok kiállni, csatázni. Úgyhogy nem tudom, milyen Pokémont hozzak be elsőnek. Anus Rózsa, aztán többit meg kigondoljuk. Nehogy vájpoljak, akkor mérges leszek marhára. Na gyere, gyere! Gyere, Dagi! Azaz, Vaknek hívják, tudom. Minden tudok. 5. gym harc, gyere! Bakter! Ez gáz! Azonnal le kell váltanunk. Olyan combosat fogunk kapni ettől. Aj, bakker, ez itt 33-as Gyarados! Nézzük, mit hoz. Fú. Érdekes, ez nem fog keveset levenni szerintem. Aha. Heal. Ez egyetlen áram pokéként nem fogom hagyni, hogy megölje. Úgyhogy marad ez. Waterfall. Jó. Most már megmerem támadni, nem tudom, mi a francot fog hozni. Waterfall, oké. Okay. Ez nagyon megy neki. Fú, de jó, hogy flincseltem ettől a tetű támadástól. Hyper Potion. Egyetlen egy dolgot nem tehetek meg, hogy vipoljak. Hogyha már nem názlok, akkor legalább ennyi kihívást adjam. Bár ettől függetlenül még összejöhet. Csak nem akarom ezt a Pokémon-t elveszteni. Ezek azért egész magas szinten nyomják. Ez a Gym Leader, ez például nem gyenge. Na jött a Waterfall. Kérlek, ne flincselj. Kérlek, hagyj békén. A jó! Most ki fog nyírni? 5 élet? Ez az! Fú, te mocsadék, Gyarados. Hajd meg, pusztulj meg, fúj! Yes! Kinyírtuk. 5 HP-val nagyon nekültem. Kétszer is flincher 2-val. Ánusz most a szintet lépett, meg akarod tanulni, mit? Ingrained. Mivel van gigadrénünk, ezért nem akarok még több ilyen healelős move-ot. Úgyhogy szerintem ugorjunk. Cut helyet megtaníthatnám, de... De hát azt nem tudom elfelejteni. Switchelünk, mégpedig Anusra. Végre ez a csilingelő hang annyira rossz, hogy ezt a játékba beleraktak. Majd hány szériában van benne ez a tiri-diri-diri-diri-diri? Ha lemegy pirosban HP, túl sokban van benne. One hit KO! 1000 XP. Floatzel? Jó, hát téged is megrakunk. 37, azért az nem gyenge. Ah, halál, kampó de basszó gyerekek. Ice Fang. Whoopi man! Kilenni akarom a tücskömet, bogaramat. Ezt beraktuk addig Whoopit. Ilyen nem tudom mit volna. Fogja a damage-et. Crunch. Az igen. Szegény. Szervusz, Whoopi! Köszi, hogy jöttél. Na ott az Intimidate. Az már lehet, hogy kicsit rásegít a dolgunkra. Spark! Jó. Egy bránt kibírok. Kettőt is, hármat is lehet. Yes, baby. És... Ó, de nagyon nagy! Most kapja mindjárt a Full Restore-t. Citrus Berry. Banyek. Többet nem bírsz ki. Biztos, hogy van valami trainer cucca. Nincs!
Hát akkor vége. Hát legyorsulom, ugye a paralízis miatt nem, tehát nagyon-nagyon leviszi az a speedjét, úgyhogy megvan az ötödik jelvés, kacok. 1410 XP. Primarina. Sok-sok pénzt is kaptunk tőle. Nézzük, hogy milyen támadást kapunk. Nem hinném, hogy a Waterfall az nem HMU volt régebben. Surfet is tudjuk használni a csatán kívül, csak meg nincs meg a Chess-es Surf. TM55, ez pedig a Brine. Okay, alright. It's not bad. Nézzük meg, hogy hogy a Brine jobb-e, mint a Water Pass. Nem tudom, hogy ebben a azt hiszem, hogy a hetedik generációban, hogyha fél életednél kevesebb van, akkor a Brine az duplás sebez. Hol vagy? Takonykám. Szóval... Igen. Double power. És nézzük, Water Pass 60-65. Én azt mondom, hogy ezt megéri leváltani. Megéri leváltani. Várja! Megnéztem meg, hogy special-e vagy nem. Special attack, király, jó, oké. Okay. Szóval akkor healelek és onnan folytatjuk. Oh, valaki megérkezett. Megvan a Jim Badger? Aha, megvan. És kijön a... nem tudom, maszkos, dagadék, szumós figura. Pankrátor. Ó, mester! Figyelj, kölyök! Ismerem az apád. Nem tagadom. De... nem emlékszem, hogy tanítványomnak neveztelek volna, hogy elfogadtalak volna. Tanítvány. Ezen kívül pedig nem hiszem, hogy kettőtöknek szükségük van rám. Szükségetek van rám. Nem érdekel. Én elneveztelek mesteremnek. Hát jó. Observatory és bomba, ennyit láttam. És elindul, elcsoszogott az öreg. Hey, wait, master! Találkozott a mesterével, Egon a segnyaló. Szóval akkor heal és jövök. Okay, szóval itt vagyunk. Az itt kicsoda? Ez nem Egon? De! És ide be. Ó, várjatok, misszió van. Hol van ez a galaktik? Boom! Jézusom! Whatever történt, de ez nagyon szólt. Valaki egy óriási, gigantikus fingot eresztett el bele a Safari Parkba, a mocsárba. What? What have you done? Mit tettetek? Azt mondja, hogy nem ő volt. Nem érdekel, mondja, de azt a valami bombát kísérleteznek? Megérkezett a galaktik bomb. Oké. Okay. El is zúz a csávó. Hát nézzük már, hogy mi történt. Azt mondja, hogy ne kövessük, azonnal követjük. Menjünk utána, Egon! Dodj már! Nem enged be! Utána kell szaladnom ennek a dickfejnek. Itt van. Azt mondja, hogy ne üldözz. Hát passzik, megálltál itt, hát most mit csináljak? Azt mondja, hogy nem merészek követni. Hát én a segedben leszek öreg, ameddig meg nem állsz. Hello? Valami a szélerőműről beszél. Igen, és meghallgattam, hogy magában beszélt. Ez zseniális. Lehallgatok én bárkit. Bringára rá! Brr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 r
Gyerek, üldözőbe vettem, és itt van megint. Na mi van, öreg? Úgy látszik, hogy trükkösebb vagyok nálad. Az eavesdropping az azt jelenti, hogy valakit kihallgatsz, és ott állok az arcába, így belenézek, és azt mondja, hogy úristen, te eddig hallgatóztál? Hát nem tudom. Bringa! Jézusom, itt egy rocker, looker! Hello my friend! Itt micsoda történet megy itt a háttérbe, gyerekek? Azt sem tudom már, kicsoda, gym leaderek itt mennek jobbra-balra. Mondjuk az a saját városa volt, szóval oké, hogy meg akarja védeni. De ez a looker, ez nekem nagyon gyanúsan néz ki, kócos a haja. Ő volt, aki a bombára vigyázott. És ő is elindult, bringára patt. Yes, a kis chillingelős bringánk. Rindir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 
történt, csak nem kivették a szobát. Team Galactic annyira gonosz, hogy kivesz egy hotelszobát, mielőtt továbbá.
Azt mondja, hogy menjek. Jó, megyek. Ring, ring. Ó, banyek. Erre nem kellett volna mennem. Hátok, volt ott benn valaki. Nem, csak a szokásos űrejtéket. Lehet PvP-zni minden nap. Már lehet visszajövünk, aki állni fog. Itt egy Team Galactic. Na, már liheg a gyerek. Le fogok követni minden lépésedet, te fika arcú. Menjünk csak utána? Aha, itt van megint. Nem tudod sokáig futni. Csata! Van egy ratatája, egy tízes ratatája? Krogan, kedvencem. Legjobb. Várjál, mi is ez? Poison fighting. Jó, oké. Okay. Tudunk flinch, nem flinchel, király. Milyen zene van ez alatt? Kemény. A not very effektíven is fél életedet leszívom. Jó, GG. Lássuk, hogy mi történik. Anus Rózsa nagyon bika lett, és még nem is a végső formája. Adjál pénzt! Na. Szóval, nem tudok többet csatázni, és gondolom, hogy ki is van fáradva. Oda kell adnom a vezetőmnek ezt. És a tónál kell használni, nem mész te sehová. Te kis túrós szájú. Oh-oh. Ki ez a tag? Cynthia! Oh, hello! Hogy van a Pokédexed? Nem is emlékszem erre. Beszéltem ezzel a csókával? Már ez egy csaj. Most elterelít a figyelmemet az üldözésről. A legizgalmasabb üldöző jelenetre a világon. Itt van Elmér. Hova futott? Oda futott arra. Aha, igen. És megy, és ő mehet utánuk, én meg nem. Igen, a barátom. Cynthiával hol találkoztam, mert nem gondolkozom. Oké. Okay. Igen, emlékszem azokra a szájdekokra, amiket láttam a Route 210-nél. Oh! Oh! Kaptam egy itemet, amit a kacsákon kell használnom. Vissza kell majd mennem oda. Király! És a Mirás Pokémonról volt szó. Yes! Nagyon rejtélyes a dolog. Wild Encounters kipeljük. Na gyerekek, átjutottam pár Pokémonon. És veretek, erre kéne mennem. Ó, gyerekek, hihetetlen, mindenbe beleszaladok. Akkor is becserkészem azt a Galaktikot. Vajon ott vannak a raktárépületeiknél? Biztos ott vannak, és ott várnak rám. Ó, Maki verem. Na majd a következő részben át fogsz fejlődni. Ott van, ez nem ő. A következő részben át fogsz fejlődni. Viszont úgy néz ki, hogy lejárt a műsorid a gyerekek, úgyhogy a következő részben meg fogjuk tudni, hogy a Team Galactic mit forral, de lehet, hogy nem fogjuk megtudni. Mindenesetre biztos, hogy át fogom alakítani Makivermet, addig éljek. Köszönjük szépen annak a 666 XP-s Goldinnak, hogy megjelent. Ma lehet, hogy rosszat fogok álmodni amiatt, de remélem, hogy nem. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, jelezzétek nekem egy like-kal, hogyha tetszett a videó, ha pedig nem, akkor nyomjatok egy dislike-ot. Annak nem örülök annyira, de hát azt is el kell fogadni. A kritikát el kell fogadni. Szóval, vigyázzatok magatokra, és ne féljétek a legfontosabb dolgot, vigyétek veszeteket. Pacsi!